Mondjuk, ha Budapestről indulunk, akkor és szeretnénk egy viszonylag közeli Mária kegyhelyet találni, akkor a legközelebb az Mária Besnyő, ha pedig szeretnénk egy fontos városba jutni, ami a, mondjuk a királynői város, akkor azt gondolom, hogy megint csak Gödöllőre fogunk jutni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Gémesi György polgármester úrnak, illetve L. Péter Ficsabának, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek. Jó napot kívánok! Nekem, én most elmondhatom azt, hogy a kedvenc városom Gödöllő, mert hogy... Mert hogy annak idején, amikor mondjuk először Magyarországra jöttem, akkor az első ilyen állomáshelyem az Mária Besnyő volt, és egy hihetetlen, lehet azt mondani, hogy atmoszférájú város. Tehát, hogy sok-sok szép város van, és sok-sok ilyen lendületes város van, de valahogy Gödöllő az úgy más. A Mária Besnyői kegyhely az egy lelkiség tulajdonképpen, és nyilván a zarándoklatok és az ott lévő egyházi épületek adnak egy bizonyos kisugárzást, de azért ez Gödöllő sokkal többről szól. Ez is része a Gödöllőnek, a gödöllői történelemnek, és hát nyilván a kastély, és aztán az a sok-sok minden, ami a mindennapokban történik. Én azt gondolom, hogy ez azért valóban adhat egy olyan kisugárzást az ide látogatónak, ami megfogja. Sőt, nekem az is eszembe jutott most, hogy rengeteg kulturális program van, és az első ilyen nagy élményem az volt, hogy van életfája? Vagy igen, van világfa. Világfa, bocsánat, világfa. És a világfánál voltak mindenféle nagy koncertek és hasonló, és akkor az ember látta a televízióban az élő közvetítést, és akkor megengedhette magát azt a luxus, hogy akkor gyorsan bement a világfához, Gödöllő, illetve Mária Besnyőről, és olyan volt, mintha a világ közepén lennénk. Hosszú évtizedeken keresztül a Magyar Szabadságnapját egyenesbe közvetített a Magyar Televízió, aztán bizonyos okok miatt most már néhány éve nem így van, de ez a közvetítés határon túlra is eljutott. Nagyon bízom, hogy egyszer lesz majd talán ez a televízió is, amelyik majd közvetíti az azóta megmaradt június utolsó szombatján megrendezett Magyar Szabadságnapját, ami ugye emlékezetes, hogy a szovjet csapatok kivonulása után indult el, 1990. június 30-án az első ilyen ünnepség, és azóta minden évben itt ünnepelünk. És a világfa, most már a második világfa, mert egyiket szétverte a villám, tehát belecsapott a villám, a második világfa is, Velekei József Lajos alkotása, egyébként emlékezünk meg róla, ő sajnos már nincs közöttünk, egy rendkívül jó fafarogó művész volt, és ő alkotta meg a második világfát is. És én innen fogok majd újraindulni, mert amikor ott laktam Gödöllőn, akkor hát talán akkor tájt adták át a főépületet is a kastélynál, tehát a kaput, a bejáratot. 96. Hát valahogy így, igen. Tehát akkor legalább már megvan az évszám. Meg akkor az is megvan, hogy óriási hír volt, hogy a Csillár, tehát a díszteremben, tehát az visszahelyezésre került. Igen. Tehát, és akkor most, ha valaki elmegy Gödöllőre, akkor azt látja, hogy valami teljesen más van. Tehát, hát én még ott vagyok. Igen. Tehát, hogy, az igen. Ott ott. Hát mondjuk ez sem egy hétköznapi történet, de talán erről majd egy picit később fogunk tudni beszélni, hogy hát nem beszélünk most. Tehát, hogy mégsem egy fősodrású politikát visz ön, közben viszont mégiscsak megy előre a város. Tehát ez hogy fél össze a kettő? Ez a fősodrású politika nagyon diplomatikus kifejezés volt. Én értékekben gondolkodom egyébként és lokalitásban, aminek mindig is volt és van eleje. Gödöllő is ennek a szellemiségnek a keretein belül a tradíciók és a hagyományok ápolásával együtt egy új irányba vittük, és hát azt, aki eljön a Gödöllőre megnézi, és korábban járt ott, azért látja, hogy nagyon sok minden változás, fejlődés, és van egy ilyen lelkiség, van egy szellemiség, ami üzenet ennek a városnak, abban azért benne van a magyar szabadság és a szabadság gondolata is. Mi kell ahhoz egy településen, hogy mondjuk akár, nem most hányadszorra választották önt újra? 8-szor. Tehát mi kell, mit kultúrára van szükség? Vagy mire van szükség ahhoz, hogy mondjuk egy városban a polgárok úgy döntsenek, ahogy a polgármestert újra választják? De a polgárokat kell megkérdezni szerintem. Nem viszont gyakran találkozunk itt a televízióban, és rengeteg kulturális programról beszélünk, tehát ez szükséges ahhoz, hogy mondjuk az ember úgy érezze egy településen, hogy azért
Na, itt jó azért élni, jó azért lakni? Hát persze, tehát én azt gondolom egyébként, hogy aki Gödöllőn lakott, élt, vagy most is ott él, azért szeret Gödöllőre jönni, meg ott lenni. Aki elköltözik, az nagyon sokszor visszatér, meg ezt szokták mondani, hogy nagyon szerettek Gödöllőn lakni, és valamilyen oknál fogva onnan elmentek, akár állás, vagy család, vagy gyermekalapítás, stb. De én azt gondolom, hogy Gödöllő ma már felépítette azt, hogy például egy kulturális rendezvényre nem kell Budapestre följönni. Tehát minden van. Tehát a színháztól, az irodalmi estől, a zenei programokon keresztül, a nagyobb koncertekig, tehát egész évben le van fedve a paletta. Mondhatjuk azt, hogy január második hetén elkezdődnek a programok, és egészen december 29-ig, még 30-án is van program. Tavaly például december 30-án volt az utolsó program, idén pedig január 10-én. Tehát én azt gondolom, hogy így akkor el lehet mondani, hogy le van fedve valójában a kulturális élet, de hát ez nagyon sok minden más is kell. Persze, kell gazdaság és minden egyéb, viszont én emlékszem, és nagyon sok polgármesterre beszéltem az elmúlt mondjuk 20 évben, mindenféle szituációban, és arra abszolút emlékszem, hogy sokaknak az volt a rémálma, hogy mondjuk egy ilyen Budapesthez ennyire közeli település, az ne váljék mondjuk egy ilyen alvó várossá, tehát hogy ténylegesen úgy érezzék a polgárok, hogy érdemes elmenni a helyi eseményekre. Ez talán sikerült végül is Gödöllőnek megoldani, amíg mondjuk én most hirtelen tudnék mondani négy olyan települést, ahol hogy teljesen meghalt a kulturális élet. Most teljesen mindig miért, de teljesen meghalt. Magyar Kultúra napja után egy nap, 23-dik, azt hiszem, hogy 22 nappal, azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy a kultúrának igenis van helyi közösségépítő ereje, és kisugárzása nyilván egy település részéről. Nyilván az fontos, hogy ez legyen egy magas színvonalú igényes kultúra, és nagyon aktív szerepe legyen a helyieknek. Szerintem ezek azok az alapkövek, ami alapján egy nagyon komoly bázisa lehet egy településnek, egy ereje lehet egy településnek a kultúra, és ez Gödöllőnek sikerült megtalálnia. Építészeti örökségek ápolása, lássuk Mária Besnyi, vagy a kastély, vagy a műemléki épületek, testőrlaktanya, vagy várkapitányilag, és mellette pedig nyilván az igényes kulturális rendezvények adják meg azt a szellemiséget, ami összetartja és kohéziós erőt képez egy város közösségében. Ahhoz, hogy mondjuk a kulturális életre mondjuk nyitott legyen akár egy városvezetés, az abban segít, hogy szerintem mind a ketten azért játszanak is színdarabokban. Igen, én rendezek is, de mondjuk én tanulom is, tehát én most fogok végezni az egyetemen. Polgármester úr pedig szeret játszani, úgyhogy szeret szerepelni, és ezt akkor ki lehet. Hát a végeredmény az mindig jó, az egy rendezés alatt, vagy egy próba folyamat alatt mi történik, az ugye az mindig a próbának a dolga, meg a titka, de a végeredmény a lényeg. Látom, hogy a múlt csütörtökön mutatták be Molnár Ferenc két kiváló színdarabjából összeállított előadást. Ez hogyan sikerült? Hát, szerintem jól, tehát nagyon nagy sikerünk volt vele. Azóta, mind a mai napig nagyon sok jó kritikát kaptunk, észrevételt kaptunk, rendes kritikát is kaptunk, ami pozitív volt, tehát én azt gondolom, hogy egy rendezőnek ez, vagy akár szereplőknek ez nagyon sokat jelent, és előrébb visz, mondjuk nagyon jó volt az író, meg azért nagyon jó a két darab, ezt azért el kell ismerni, de ez mind a két darab egy elég nehéz darab. Tehát, hogy ezt nem lehet csak úgy előadni, és egyébként ritkán is szokták előadni, főleg az 1-2-3-at, mert az egy nagyon-nagyon pörgős és nagyon-nagyon aktív, de én remélem azt, hogy a visszajelzések alapján jól sikerült, belül is azt érzem, persze tudom a hiányosságokat, és én tudom azt, hogy mit szeretnék. Ez a rendezőnél marad ez az információ. Tehát, igen. Hogy...
Szereplőként? Én egy szereplő vagyok. Ez hogyan tud működni? Én vagyok a főnöke a rendező úrnak, de a rendezésnél én egy színész vagyok, tehát én ugyanígy egy játékos vagyok a csapatban. Ugyanígy van, amikor ha otthon sportolok, hogy egy játékos vagyok, nem én vagyok a polgármester ott. A polgármesternek egyik szórakozása vagy hobbija az, amit csinál. De ez nem mindig tud működni. Vannak azért konfliktusok, de a konfliktusok azért fontosak, mert előrébb viszik a dolgokat. De a konfliktus nem abban van, hogy most kinek a főnöke, hanem adott szituációban, hogy hogyan is mind sikerül megoldani valamit, vagy nem sikerül, mennyire vagyunk türelmesek, vagy nem türelmesek. De ez egy alkotási folyamat, mint a konyhában, amikor készül a finomabbnál finomabb étel. De én azt gondolom, és anélkül, hogy szemben dicsérjem a kollégámat, illetve a kabinet főnökömet, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon nívós és igényes volt, és a gyerekeim a legnagyobb kritikusok, ők is így vélekedtek. Rengeteg munka volt benne, és elképesztő sok előkészítő munka. Tehát azért ahhoz, hogy egy színdarab olyan emberekkel összeálljon, akik nem főállásban csinálják, szándékosan nem amatőrt mondok, mert egész jó teljesítmények most a munkik leszámítva nyilván, hanem a többiekét, akik benne voltak ebbe, voltak, nagyon szép teljesítmények voltak. Azért nagyon sok, nagyon komoly előkészítő munka van. Ki kell ásni annak a lényegét, a mondani valóját, hiszen a maga tanulási folyamat gyors, arra nincsen 2-3 év, azt viszont elő kell készíteni legalább annyi idő alatt. És ezt a Csaba megtalálta, és azt én tényleg azt mondom, hogy jól esett, jó volt játszani ezekben a darabokban, és nagy élmény volt számunkra, és a közönség visszajelzése alapján is sikerült megfogni őket ezzel a darabban. Ha mondjuk valaki ezek után akar jegyet vásárolni, mikor lesz a... Az nehéz lesz neki, mert nem lesz. Tehát ez a 4 előadás volt, kész. Ez biztos. Hát igen, hát ez egy amatőr színjátszásnak ez a hátránya, mondjuk úgy, hogy rengeteg nagyon sok próba, munka, nagyon sok próba, és körülbelül kevés előadás van. Elképzelhető, hogy lesz még külön-külön a két darab, együtt biztos, hogy nem, ugyanis azért ez egy nagyon nagy, hát mondjuk úgy, hogy ezért a bútormozgatás, ugye ez nem titok, hogy ez az én bútoraim voltak otthonról, tehát azért ez nem úgy működik, mint egy profi színtársulatnál vagy színháznál, hogy leveszik a kellékektől, tehát a utolsó szögig, a falon lévő képig, a lámpáig, és minden a bútorig, az mind a két előadásban. Tehát ezt azt jelentette, hogy akkor otthonról el lett hozva? Otthonról mindenki lett pakolva, félig, és aztán utána meg vissza lett pakolva, azért ez egy mondjuk nagy takarításnak nem rossz egyébként, tehát ezt el kell ismerni, de hát azért ez egy nagyon bonyolult folyamat azért ezt logisztikázni, megcsinálni, beszerezni, elmenni, tehát azért a kettő együtt biztos, hogy nem, ez külön-külön elképzelhető, hogy lesz, meg vannak tervek, szeretnénk azért elvinni, illetve hát reményeink szerint azért, ha sikerül, akkor szeretnénk elmenni különböző fesztiválokra is velük. De nem a bútorokkal együtt. Nem muszáj lesz. A bútorokat ezt akkor vinni kell. Igen, tehát majd megnézem, hogy melyik a kisebb igény a bútor szempontjából, és melyik az egyszerűbb, de hát természetesen bútorral együtt. Azért jó, mert hogy ugye vannak ezek az előadások, de közben viszont rengeteg más kulturális élet zajlik Gödöllőn, hogy 2020-ra, így a tavaszra vonatkozóan, tehát mivel készül a város? Nagyon sok program lesz egyébként, tehát már most februárban ugye elkezdődtek a programok, főleg a Művészetek Házában, illetve a Gödöllői Királyi Kastély. Ezt a kettőt tudjuk általában mindig kiemelni, hiszen ugye a fő központ az mindig a kastély, illetve a Művészetek Házának a programjai. A kastélyban most már a Barokk Színház valójában színházként üzemel, ott általában kisebb előadásokat szoktak, ilyen volt például most a Léda előadás, vagy egy új előadás az Erzsébet királyné halálának az előadás, amit Gubás Gabi játszik, ezt is érdemes megnézni, illetve hát a Művészetek Házában általában, mint befogadó színház működik, ott koncertek, vagy akár budapesti együttesek is fellépnek, de mondjuk március 19-én jön hozzánk a Nemzeti Színházból Szűcs Nelli Fedák Sári előadásával, úgyhogy ezt is érdemes lesz megnézni. És természetesen azért nem menjünk el szó nélkül az, hogy sajnálatosan ugye az idei év az a Trianonnak a 100. évfordulója, és próbálunk olyan darabokat hozni, olyan kiállításokat hozni, amik egy kicsit a határon túli magyarságról is szólnak. Tehát ezt mutatja például a Fedák Sári is, hogy ki Beregszászról származik, vagy
vagy most szintén a Művészetek Házában van egy kiállítás, a csíkszeredai csoportnak a kiállítása, de az év folyamán több olyan kiállítást és darabot szeretnénk, ami egy kicsit a határon túl, a határon túli magyarsággal is foglalkozik, úgyhogy ha nem is kifejezetten Trianon téma, de azért mindenféleképpen szeretnénk, hogyha ők is megjelennének egy kicsit jobban most Gödöllőn. Hát igen, ez lett van a másik kérdés, tehát hogy Trianon, tehát hogyan tud mondjuk egy Gödöllő nagyságú város mondjuk esetleg méltó programokat, miközben tudjuk, hogy azért nem egy könnyű téma maga a Trianon. Nyilván nem könnyű téma, és nem is most kezdtük, tehát azért én a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójával már 1996-ban jelentkeztem először, mint a Magyar Önkéntesek Szövetségének elnöke, hogy próbáljuk összefogni a határon túli magyar polgármestereket a hanyaországi polgármesterekkel. Szerintem ez jól működött. Ma már egy picit kiüresedett, nem azért, mert nem fontosak, hanem azért, mert az unió közbelépésével, vagy az uniós tagsággal ugye más megvilágítással helyeződik az önkormányzatiság. Bár nyilván még Vajdaság vagy Kárpátalja ugye nem uniós tag, tehát ott azért sokat kell segíteni, ott kisebb létszámú polgármester van. De nyilván itt lesz a Magyar Szabadság napja ebben az esztendőben, azt is ennek a gondolatnak lenne jó szentelni, vannak is elképzelések, nem, azért nem mondom el előre, mert nyilván még nincsenek meg a megfelelő háttér, szerződéseink még nincsenek aláírva. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon szép, az egy nagyon-nagyon, ha úgy lesz, ahogy mi szeretnénk, akkor egy nagyon-nagyon szép ünnep, hát ünnep, inkább emlékezés lesz, és hát nyilván a köré is lehet csoportosítani, akár határon túli polgármesterek találkozójával kiegészítve, tehát vannak jó javaslatok, ez egy alkotási folyamat jelenleg még, de már van, ami előkészítés alatt van, és ami már meg is valósult, lásd ez a kiállítás is, hogy egy picit van Gödöllőnek testvérvárosai, Beregszász, Zenta, Nunaszerdahely és Csíkszereda, tehát nagyon szépen összeadjuk. Sőt, innen a szokásos nemzetközi táborból is jönnek a gyerekek a június végén, ami a testvérvárosi kapcsolatokat is erősíti. Nyilván Európa más országaiban, vagy a világ más országaiban lévő testvérvárosainkkal együtt is, de őket is bemondjuk ebbe a dologba, és a fiatalok ennek kapcsán többes lehetőséget is kapnak itt ebben a nemzetközi táborban. És hogyha már itt van a polgármester, akkor gondolat elejéig a beszéljünk arról, azért én gyakran hallom, hogy azért vasárnaponként ott van ön a szentmiséken, és hogyha már, még ez is nagyon pozitív, és köszönjük, hogy fölvállalja az, hogy ön egy katolikus ember. De hogy látja mondjuk a polgármesterként, mennyire tudnak együtt dolgozni az egyházzal, a katolikus egyházzal, más felekezeteken, most ugye az ökumenikus hét van, és hát nem utolsó sorban, mi lesz a helyzete, mi lesz a sorsa a Mária Besnyéik egy templomnak? Jó az együttműködés a helyi egyházközségek között, a felekezetek között, evangélikus, baptista, református, katolikus, ebben én nem látok problémát. Én magam egyébként ezt abszolút magánügynek tartom. Tehát most, hogy beszélünk róla, talán ebben a televízióban az ember egy picit nyíltabb, de ezt továbbra is úgy gondolom, hogy mindenkinek a vallás magánügye, és ha összekeveredik a vallás a politikával, az nagyon nagy baj. Sajnos láttunk, és ezt is őszintén mondom, erre jeleket, látunk ezeket, erre jeleket, és a mi szűke pátriánkban is volt ilyen. Ezt én nem tartom jónak, hiszen a közösség nem azért közösség ott, hogy politizáljon, hanem azért közösség, hogy azokat az értékeket, amit De ezt talán nem tud segíteni abban, hogy legalább legyen egy olyan platform, egy olyan terep, ahol normálisan tudunk hétköznapi emberként kommunikálni, beszélni, akár lehet bárki, mert viszont itt legalábbis többször beszélünk arról, hogy attól, mert hogy mi katolikusok vagyunk, elsősorban katolikusok vagyunk, és hát, hogy a katolikus ember lehet bármelyik politikai platformnak a tagja. Sőt, pont erről beszélek, és azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak, én ott is egy hívő vagyok, tehát féltésnél, és nem polgármester vagyok, ezt nagyon szeretném mondani. Az, hogy polgármester az ember, az a foglalkozásom, egyébként orvos vagyok, tehát arra is mondhatnám, hogy az meg a hivatásom, ma már nyilván nem csinálom. De én ott egy
hívő vagyok, és én annak az értékrendnek az alapján gondolkodom, ami ott meg van fogalmazva a Bibliában, és a többi. És bizony, nagyon sokszor nem ez a napi gyakorlat. Erről beszélni kell, mert nagyon, nagyon nehezen élem meg azt, hogyha azzal ellentétes dolgok történnek. És amikor Berg Miklós beszél erről, arról, amarról, és akivel ugye most már nem gyakorló püspök, mert nyugdíjban van, akkor sokszor értettem vele egyet, hogy igen, kvázi nem a napi politikával kell foglalkozni, a napi politika azon részével, ami minket érint a szociális kérdéseken, a szegénységen keresztül, a szereteten keresztül, és a többi, és a többi. És itt látok olyan dolgokat, amiket javítani kell. Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk, tehát hogy valahol mi keresztényeknek, katolikusoknak tudnunk kéne beszélni mondjuk szociális kérdésekről úgy is, hogy mondjuk tehát még attól függetlenül is, hogy mondjuk esetlegesen a fősodrásról mondjuk a politikát mondjuk sérti, vagy esetleg valaki úgy érzi, hogy mondjuk kritikát fogalmaznak meg. Az éhező ember mindig éhező ember. És ember. Ez a lényege a dolognak. És az legyen bárhol a világon, az éhező ember. És pontosan tudjuk katolikusok, hogy az éhező emberrel mi a kötelességünk. És ez az alapja a dolognak, és az nem lehet, hogy ez az éhező ember fontos, és az éhező ember nem fontos. És ne legyen senkinek áthallása ebből. Nekünk ez a dolgunk, ez a mi hitünk. Ez a mi hitünk, ez az alapja, a szeretet, a szolidaritás, az emberek irányába kifejtett szeretet. És ezt kell nekünk a mindennapokban menni, teljesen mindegy, hogy mi a éppen aktuális politikai kultus. Éppen a Varga László püspök atya fogalmazta meg, úgyhogy ha megnézzük Jézusnak az életét, akkor hát végül jófára mindenki ez elment. Tehát és akkor konkrét párhuzamokat hozott, hogy hogyan kell azt ma érteni. Viszont itt gyakran beszéltünk, és szerintem kötelességünk is beszélni arról, hogy ha mondjuk egy városvezetés, vagy egy településvezetés, és a helyi plébános nem tud úgymond együtt működni, együtt dolgozni, akkor hát a közösség látja jó esetben a kárát. Még jobb esetben viszont nem történik semmi. Ilyen tekintetben viszont, ha nézzük, tényleg azt látjuk, hogy a legközelebbi Mária kegyhely az Mária Besnyő. És én még emlékszem arra az időre, amikor mondjuk Tamás atya ott még, tehát a kapucinusok jelen voltak, és hihetetlen élmény volt oda elmenni. És most azért szomorúan látjuk, hogy hát nincsen közösség, tehát már nincsenek a kapucinusok ott. Nincsenek ott, de azért azt is tudni kell, hogy a kapucinus rend talán 6 papot jelent ma Magyarországon, és hatalmas nagy intézményhálózatot, amit nem tud működtetni. Én úgy látom ma, hogy a Mária Besnyői kehely jól működik, nagyon jó a közösség, nagyon erős a közösség, ápolja a hagyományokat is, és függetlenül attól, hogy ugye az tulajdon szempontjából a kapucinus, aki mégiscsak bent van a város életében. Tehát én magam sokszor vagyok ott, és nagyon-nagyon jó érzéssel veszek részt ezekben a lelkiségekben. Ráadásul ugye van ott egy nagyon jól működő lelki gyakorlatos ház is, ami más embereket is vonz oda, 2-3 napos lelki gyakorlata. Tehát én azt hiszem, hogy pont a Mária Besnyő a példa arra ma, hogy lehet közösséget építeni. Tehát bármi is volt a múlt, tehát előre, a jövőnek arccal előre, és akkor működnek a dolgok. Ha már itt van a polgármester, akkor szerintem egy gondolat erejéig azért a gazdaságról is beszéljünk, hogy éppen azt néztem a Facebook profilját, azt nagyon aktívan frissíti. Tetszik, hogy mindig akár a kukák kérdésében is ott tud lenni, és akkor mindig fölháborodik, hogyha valaki a kuka mellé teszi, vagy a szelektív mellé teszi. Hát igen. Tegnap, ha jól látom, akkor egy McDonald's épületet adtak át, vagy tegnap volt az? Vagy? Igen, van egy igen. Szombaton? Szerdán. Van egy gazdaság, van egy kereskedelmi része a városnak az autópálya mellett, ahova korábban egy nagy parkot tervezett az előbben, 90 előtt, és ott az most már gyakorlatilag kiírhatjuk, hogy megtelt, ott vannak a világ cégei, kereskedelmi cégei, és maga az említett McDonald's, nem tudom, hogy lehet-e mondani ebben a televízióban. Egy nagyon minőségi 90. magyar McDonald's, és ugye ez a legmodernebb. Azt kell tudni, hogy én magam nem vagyok nagy McDonald's párti, de a mai világ
igényelni. És ez egy nagyon minőségi szolgáltatás. És az a lényeg az egész dolog, hogy a gazdaságfejlesztés az nincs ellentétben az értékvédelemmel, értékőrzéssel, műemlékvédelemmel. Közben van egy királyi kastély, van egy nagyon komoly kulturális élet, van egy nagy csomó értékőrzés, értékápolás, művészterephez kötődően, vagy akár vallási élet zarándoklatokon keresztül, tehát megférnek ezek egymás mellett. Nem zárja ki az egyik a másikat. A gazdaságnak kell lenni az a kenyer a városnak, abból van bevétel. Az nagyon fontos, hogy ezek az arányok meglegyenek, és megfelelő formában legyenek térben és időben elhelyezve. Vagy például a zöld felület, 54%-a a városnak zöld felület, ami nem csökkent az elmúlt időszakban. Ezeket mind-mind együtt lehet tartani. És ennek egy nagyon-nagyon erős része a gazdaság, de egy McDonald's megfér így, nem közvetlen a kastély mellett, de egy ilyen jellegű városban is természetesen, hiszen arra igény van, fiatalok részéről, családok részéről és mindenki részéről. Tehát ez volt ennek a napnak számomra egy nagyon lényeges elem, amit el is mondtam ott a megnyitón. Na hát azt hiszem, hogy tehát, hogyha valaki teheti és megengedheti magának, akkor érdemes kastélyba jöjjön. Kastélyba menni. Tehát esetleg neki ne. Tehát az autópályán úgyis meg lehet találni ezeket a szolgáltatásokat. Viszont háború a napért megnyílt Vörös Eszter Anna a legújabb kiállítása. Tehát... Igen, Vörös Anna Eszter, ő szintén egy gödöllői művész, ez most már azt mondom a negyedik kiállítása talán, és egy nagyon érdekes művész egyéniség, mondjuk így, és a képei is nagyon érdekesek és izgalmasak, kicsit egy ilyen gyerek képek, álom képek keverékének neveztem én a megnyitón, engem kért fel a megnyitására, és hát aki tudja, az jöjjön el, nézze meg, és látni fogja azt, hogy mitől érdekesek és mitől izgalmasak ezek a képek. Én azt gondolom, hogy Gödöllőre jöjjenek el és nézzenek körbe, mert tényleg van mit nézni, van mit csinálni, és nem fognak unatkozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy polgármester úr is és ön is itt volt, és nagyon köszönjük most hirtelen kéne mondanom az évet, hogy mikor voltunk kint a délelőttel a kastélykertben, egy élmény volt. Tavaly előtt. Hihetetlen gyorsan eltelnek az évek, úgyhogy bízom benne, hogy mi is még majd vissza tudunk térni a városban. Szeretettel várjuk a tévét is, meg mindenkit.